A könyvtár nyertes pályázata révén létrejött zongorásten a híres, számos külföldi országban is koncertező Farkas Gábor zongoraművész mutatkozott be a kövesdi közönség előtt. A születésemtől kezdve zenevet körül, mert szüleim is, illetve hát a családban nagyon sok zenész volt, akik ugye nem komoly zenei műfajban, hanem vendéglátóban játszottak, de gyakorlatilag születésemtől kezdve zenevet körül, és hát aztán onnantól kezdve egy egészen másfajta irányt vett az életem, mert zeneiskolába kerültem, és akkor megismerkedtem a komoly zenével, és hát gyakorlatilag onnantól kezdve a komoly zene szerelmese lettem. Hát én az Ózi Zeneiskolában kezdtem tanulni, Szakásné Szabó Ágnesnél, aki egy elképesztően jó tanár volt, és nagyon jó zenei alapokat kaptam tőle, és utána a Miskolci Bartók Konziba kerültem, ahol Pap Gábor volt a tanárom, majd aztán ezt az érettségét követően a Zeneakadémia követte, ahol Falvai Sándor és Németh Attila voltak a professzoraim, majd aztán ezt követően a doktoriskolába kerültem, ahol a Kocsis Zoltán és Vásári Tamás voltak a konzulánsaim, majd aztán azt követően pedig az olaszországi Komoly tó partján lévő Komoly Nemzetközi Zongora Akadémia tagja lettem, ahol gyakorlatilag csak 7 ember tanulhat minden évben, és nagyon nagy megtiszteltetés ez nekem, hogy ebbe a 7 emberbe beválasztottak, mert így olyan ragyogó mesterektől tanulhatunk, mint a Dimitri Bashkirov, Fu Cong, William Grant Nabore, és még sorolhatnám is, az egész akadémiának pedig Márta Argerics az elnöke. A Liszt Ferenc emlékév alkalmából megszervezett hangversenyen a magyar zeneszerző darabjaiból hallgathattak meg összeállítást a zenekedvelők. Igyekeztem úgy összeválogatni a programot, hogy Lisztnek kicsit minden arcát megmutassam. Ugye fiatal korában nagyon a virtuóz zongorista és az utazó zongorista arcát lehet Lisztnek megmutatni. Később a weimári évek alatt az elmélyült, letisztultabb Lisztet, ahol már a zenekari művek kapnak elsősorban szerepet az életében, de hát többek között olyanok is, mint a Hámor szonáta. És hát van ugye öregkori műve is, ami viszont hát már teljes mértékben előre mutat. Igyekeztem úgy összeválogatni a programot, hogy mindegyikből egy kicsit kapjon a közönség, és élvezhető legyen. Bár mondjuk Liszt zenéje gyakorlatilag bármelyik periódust is nézem, az élvezhető, és hát szívet és fület gyönyörködtető. Farkas Gábor zenei pályáján eddig számos rangos eredményt ért el. Az évek alatt elnyerte egyebek mellett a Liszt Ferenc ösztöndíjat, az Európai Kultúra Alapítvány ösztöndíját, illetve első díjas lett a Magyar Rádió országos zongora versenyén. Munkássága során számos zeneszerző darabját adta már elő. Mindig éppen az a darab a kedvencem, amit éppen gyakorolok. És volt már olyan, hogy ez egy 20. századi darab, volt olyan, hogy ez valami barokk darab, volt olyan, hogy ez egy éppen egy klasszikus mű, vagy akár romantikus mű. Kicsit azt elmondhatom talán, hogy a romantikus és klasszikus repertoár az közelebb áll hozzám, mint mondjuk a 20. század és a kortárs zene, de a 20. század első felét is nagyon szeretem, például Debussyt, Rachmaninovot, Mahlert, hát ezek gyakorlatilag olyan mesterek, akiknek a zenéje hát kincset ér. Az ózdi születésű zongoraművész gyermekkora óta rajong a zenéért, és ez az érzés azóta is jellemző mindennapjaira. Gyakorlatilag szerintem mindenki, ahogy elkezd megismerkedni a hangszerrel, és affinitása van a zongora játékhoz, és a zene tanuláshoz, szerintem mindenki maga fog rájönni arra, hogy mi a szép ebben a dologban. A mesterem Kocsis Zoltán mondta azt, hogy zenéről nem beszélni kell, hanem csinálni kell. És hát gyakorlatilag ez a titka az egésznek, hogy állandóan a hangszer mellett kell lenni, állandóan gyakorolni kell, és nem elég, hogy az ember gyakorol, hanem a lehető legbővebb és legtágabb perspektívából kell nézni, egészen a barokk kortól, sőt, hát a barokk előttől kezdve egészen a mai korunk zenéig, hogy mekkora fejlődés, illetve hát akár hanyatlás is az, amiről beszélhetünk így a zene fejlődése folyamán.